Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Emlékszem régebben azt kérdeztem, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ? Hát most már úgy látjuk, hogy megérkezett, nem? Most már nem halad, ugye, hanem odaérkezett. Tehát most már lehetne úgy kérdezni, hogy a jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Mert nem kell azt mondani, hogy amifelé halad a világ. Mert már megtörtént a megérkezés. Na most a jelenlegi világ hogy tetszik? Nagyon nem tetszik. Nagyon nem tetszik? Hát erre azt ma lehetne mondani, hogy elbaltázott világban élünk, nem? Egy jól elbaltázott világban. Nem így van? Sok a favágó. Igen. Szóval lényeg az, hogy hát mi történt itt az elmúlt ugye 11 évben, miért mondom ezt a 11 évet? Mert 11 éve mondom azt körülbelül, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ. És igazából az emberek többsége az mit tett? Semmit. És ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Nekem egy nagyon furcsa dolog van. Tehát ugye mondhatnánk azt, hogy sok furcsaság van itt a jelenlegi világban, de nekem egy ilyen nagyon, egy nagyon furcsa dolog van. Hogy ugye az emberben van egy túlélési ösztön, nem? Bár lehetne azt mondani, hogy hát az emberek tudatlanok. De erre csak annyit szeretnék mondani, hogy az ennyire nem lehetnek tudatlanok. És mire gondolok? Tehát tudatlanok például abban, hogy van egy érdekes dolog. Ugye a drogok nagy részét azt hogy viszik be az emberek? Általában nem szájon át, hanem beadják, mint az oltást. És tudod mi van? Onnantól kezdve a drogot valaki bead magának injekcióval. Azt onnan ki nem szedi. Érted? Azt onnan ki nem lehet szedni. És az, főleg hogyha ugye többször beadják azt a drogot, akkor olyan hatást kelt, ha abba hagyja a drognak a fogyasztását, mintha abba se hagyta volna. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nyilván nem olyan sűrűn lesz olyan hatás, de ezt úgy hívják, hogy az elménk emlékezik, és amikor hasonló helyzetet lát az elménk az érzékszerveinken keresztül, akkor egyszerűen előidézi azt a hatást, amit a drog idézett elő, hiszen az illetőben benne van. Na most, amit csak úgy belé fecskendeznek az embernek, azt onnan tudod, hogy lehet kiszedni? Szenvedéssel. Nagyon komoly szenvedéssel. És sok pénzbe kerül. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk havi szinten belekerül körülbelül olyan alsó hangon olyan 70-80-100 ezer forintba.
hogy amit befecskenteztek az emberből, ki lehessen szedni. Nem kell hozzá orvos. Nem. Magánúton az ember meg tudja ezt csinálni, de meg kell hozzá tudni a megfelelő technikát. Na most mégis az emberek furcsa módon beadatnak maguknak olyan szert, régebben drogokat, most már mindenfélét, amit nem tudnak majd kiszedni. Érted? Tehát például a drognál is megnézed, akik drogoztak valaha, fogalmuk nem volt, hogy mit adtak be neki. Érted? Tehát szó szerint fogalmuk nem volt. Azért annyit észleltek, hogy utána ilyen feldobott állapotba kerültek. Na most szerinted most abból, aki beadatott mostanában magának valamit, azok tudják, mit kaptak be? Ugyanígy a drogosok, azok sem tudják, hogy mit kaptak be. Tehát mondok példát, jó? Például valaki csak gyógyszerezi magát hosszabb távon. Tehát itt, ami beveszel egy aspirint, attól még nem lesz ez. De ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, tehát rendszeresen, az előbb-utóbb ugyanúgy bekerül az emberbe, mint a mondjuk a beadott drog. Tehát hogy hogy működik ez a mechanizmus, csak hogy megértsük, jó? Csak azért, mert ezt a képzésekben én tanítottam. Jó, most nem ez a téma van a képzésünkben, hanem személyiségfejlesztő coach képzésünk van, de úgy működik az ember, hogyha olyan anyagot viszel be a szervezetbe, amivel a szervezet nem tud mit kezdeni. Tehát ami azt jelenti, hogy szintetikus anyag. Tehát nem természetes anyag, amit a szervezet feldolgoz, ami szintetikus. És ha azt a szintetikus anyagot rendszeresen beviszi az ember a szervezetébe, mondjuk szájon át, oké? Mint például egy gyógyszert. Ugye a gyógyszerek azok alapvetően szintetikus anyag. Tehát beviszel, tehát rendszeresen. Itt a rendszerességről van szó. Tehát szájon át. A szervezet nem tud vele mit kezdeni, és elkezdi elraktározni. Oké? És tudod, mi a raktár? A sejtjeid. A sejtjeid a raktár. Érted? Jó esetben a sejteket körülveszi zsírsejttel, és akkor szoktak az emberek terjedelmeskedni, hogy lokalizálja a hatását a szervezet. Tehát ami azt jelenti, hogy nem érgezze meg az egyént. Na most mit jelent a mérgezés? Ez azt jelenti, hogy a mérgezésnek valamilyen fajta tünete van. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy meghal. Tehát például az is egy mérgezési tünet, mikor az illető bedrogozza magát, és akkor feldobódik, érted? Az is egy mérgezési tünet. Na most ez azt jelenti, hogy valaki rendszeresen bevisz szintetikus anyagot a szervezetébe, akkor az előbb-utóbb bekerül a véráramba, hiába van szűröd, hiába van vesed, meg májad, meg stb. Előbb-utóbb bekerül a vérbe, mivel rendszeresen viszed be. Érted?
Tehát az ilyen kis dózisokat ezek a szervek szépen kiszűrik, érted? De rendszeres dózis bevitelt azt nem szűrik ki. Tehát most a szájon átvaló bevitelről beszélek, nem másról. És mégis a szájon át keresztül valamit rendszeresen beviszel, ami nem belevaló a szervezetedbe, nem odavaló, akkor bekerül a véráramba, és utána szépen ugye a szervezet felismeri, mint mérget, mert minden olyan anyag, ami szintetikus anyag, az a szervezetbe bekerülve méreg. Tehát nem azt mondja, hogy ez most jobb méreg, ez rosszabb méreg, stb. Stb. Ez jobban rombol, ez kevésbé, egyszerű méreg, és fogja, és elkezdi ugye elraktározni, de hol tudja elraktározni? Több milliárd sejted van, és elkezdi elraktározni a sejtekben. Oké? Na most, igen ám, de ez azt jelenti, hogy ugye van a sejted, és a sejtek azok ugyan lecserélődnek 7 évente. Ugye tudjátok, nem? Hogy a sejtjeid lecserélődnek 7 évente. De ugye kérdés az, hogy utána vajon mit visz még be az ember oda, ami a friss sejtekbe, ami tiszta még, és nem nincs lerakódás benne, méreg lerakódás. Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát bekerülnek a sejtedbe, és tudod, mivel lehet csak kiszedni ezeket a sejtekbe lerakódott szintetikus anyagokat? Izzadással. És hosszantartó folyamatos izzadással. Csak tudod, mi a gond ezzel? Hogy az izzadással nem csak a méreg anyag kerül ki a szervezetből, hanem a nyomelemek, az ásványi anyagok, a vitaminok, érted? Az aminosavak, ez mind ürül a méreganyaggal együtt. Magyarul kiüríti a szervezet ezeket is. Erre mi lesz az illetővel? Olyan rosszul lesz, mint a bűn. Érted? Mert kiürül a szervezetéből azok az életfontosságú anyagok, ami a szervezet működéséhez kell. Ami annyit jelent, hogy olyan mértékű pótlásra van ezekből szükség, ami igen húzós. Nem normál adagra, tehát nem ez az egészségügyi világszervezet által meghatározott dózisú ilyen mennyiségre van szükség, vitaminra, ásványi anyagra, nyomelemre, aminosavra, hanem a sokszorosára. Mert úgy ürül az izzadással, mint a nyavaja. És nem elég, hogy na most akkor 5 percet izzadok egy nap, hanem órákat kell izzadni. Oké? Órákat. És intenzíven. Most gondold végig, a mérget úgy lehet csak kiszedni az ember szervezetéből, sehogy másként. Hogy hosszan, rendszeresen, naponta órákat izzadsz. Érted? Közben pótolsz mindent, ami jön kifele. És ezt több hónapon keresztül csinálod. Az embereknek fogalmuk nincs ezekről, fogalmuk nincs. Tehát én most arról beszéltem, hogy például valaki rendszeresen szed gyógyszert, vagy szedett drogot, érted? Vagy beadták a drogot, mindegy. Ugye a beadott drog az abból a szempontból sokkal rosszabb, hogy kikerüli a szűrőberendezésünket. És közvetlenül a vérbe megy be.
és onnantól kezdve a közvetlen vérben van befecskendezve, semmilyen szűrése nem megy át. Onnantól kezdve az van, hogy ott kering, majd szépen a sejtekben elraktározódik. Az embereknek ezekről fogalmuk nincs. Tehát mit gondoltok, miért van olyan, hogy alapvető emberi jog az, hogy amikor már felnőtt vagy, te határozod meg, hogy mit viszel be a saját szervezetedbe. Nem más. Érted? Ez egy alapvető emberi jog. Most onnantól kezdve tessék ezzel elgondolkodni, nem kell elhinni azt, amit én mondtam. Nem kell. Engem nekem tök mindegy, hogy te hogyan mérgezed a saját szervezetedet. Tudod, mennyire érdekel? Semennyire. Maradjunk ennyibe. Világos? Ugyanis a te szervezeted az nem az én felelősségem. A te tested az nem az én felelősségem. Világos ez? Hanem a tied. Ilyen egyszerű. Az, hogy te hogyan véded magad meg az életedben, vagy mennyire nem véded meg magad az életedben bármilyen hatástól, az nem az én felelősségem. Hanem az mindenkié saját, mindenkinek saját magának a felelőssége. És ebben nincs kollektív felelősség. Maradjunk ennyibe. Világos voltam? Van egy gyerek, ott a szülő felelőssége. Köszönöm szépen, az állam nem a szülőm. Világos voltam? Sőt, a szülőm sem már szülőm, mert nem ki vagyok kiskorú. Világos voltam? Tehát a szülőm se határozhatja meg, hogy én az életben mit kezdek magammal. Gyerekkorban meghatározták. Meghatározhatták, sőt, kötelességük ott meghatározni. Csak nem felnőttként. Világos voltam? De egyébként te úgy éled az életedet, ahogy akarod, azt csinálsz, amit akarsz, de jó, ha tudod azokat a dolgokat, hogy mindenkinek saját magának kötelessége a saját egészségéről gondoskodnia. És nem egy másik embernek kötelessége, hogy én gondoskodjak a te egészségedről. Világos voltam? Nekem nem kötelességem. Semmi közöm hozzád. Világos? Jó? És ugyanúgy semmi köze hozzá másnak sem az, hogy te egészséges akarsz lenni, vagy beteg. Oké? Ennyi. Hát nyilván lehet azt mondani erre, hogy hát ugye, de van egy vállalt, felosztó kirovó rendszer alapján vállalt kötelezettség az államnak, mert ugye fogta és elvonta tőled az egészségügyi járulékot. És ha túl sok a beteg, akkor ugye nem tudja hát gyógyítani az embereket abból a kötelezettségvállalásból, amit vállalt. És ez érthető. Oké? Ez teljesen érthető. Hát erre csak azt mondanám, hogy a felosztó kirovó rendszerű egészségügyi rendszer itt bukott meg. Érdekes mód, régen nem volt felosztó kirovó rendszeren alapuló egészségügyi ellátás, érted? Nem volt. Ami azt jelenti, hogy ha valaki orvosi ellátáshoz forult, az fizetett. Oké? Vagy ellátta a családja. Vagy valami cserét adott az orvosnak helyette. Oké?
Most ugye az állam vállalja ezeket, és persze jogos, mikor azt mondja, hogy hát összeomlik az egészségügyi rendszer, hogyha túl sok a beteg. De azt azért át kellene látni mindenkinek, hogy ez a felosztó, kirovó rendszernek a kudarca. Oké? A felosztó, kirovó rendszer az addig tudott működni, ameddig rövidebb volt az átlag életkor, és sok volt a fiatal. Ha megnézed, az elhunytak nagy része, és minden elhunytat beleértve, az összes elhunytat, azok nem a fiatalok. Oké? Az elhunytak nagy része, az mondjuk 50-60 év feletti. Oké? Na most, régen ugye ez úgy volt, hogy volt mondjuk 46-tól 59-ig rengeteg gyerek. De előtte is, például anyám 37-ben született, és volt 7 testvére. Oké? Háború előtti születésről beszélek. Tehát egészen 59-ig rengeteg gyerek született. Nem volt gond az, hogy sok lett volna 50-60 év fölötti. Érted? Mert a fiatalok sokkal nagyobb számban voltak. Ezáltal lehetett finanszírozni a felosztó kirovó rendszert, tehát lehetett finanszírozni a kevés beteget, mert a lakosság lélekszáma az 50-60 év fölött töredéke volt arányaiban a mostanihoz képest. Oké? Tehát ha ma megnézed a társadalmat, a társadalom nagy része hát bizony nem is 50, hanem 60 év fölötti. Érted? És ha megnézed, mennyi a 60 év fölötti, jóval több a fejlett társadalmi rendszerű országokban, jóval több, mint mondjuk a 20 és 40 közötti generáció. Érted? Vagy akár a 20 és 50 közötti generáció. Mert jócskán kevesebb gyerek születik. Hát ugye édesanyám 7-en voltak testvérek, vagy 8-an voltak testvérek. Én meg egyke vagyok. Jó nagy visszaesés. Egy generáció alatt. Az én fiaim 3-an vannak unokatestvéri szinten. Nekem meg volt 20, mi meg voltunk 23-an unokatestvérek. Érted? Tehát össze, nem is 23, 24-en, mert ugye 23 unokatestvérem volt. Tehát lásd, mekkora visszaesés. Tehát ezt azért mondom, hogy értsétek, hogy az is jogos az a feltevés, hogyha túl sok a beteg, akkor az egészségügyi ellátás nem bírja. Világos ez? Miért nem bírja? Mert túl sok a beteg. Miért? Mert mindig a világ így működött, hogy általában nem a fiatalok voltak a betegek. Érted? És ha nagy az idősek száma, főleg a fiatalokhoz képest, akkor lehet rá számítani, hogy sok a beteg. Világos ez? És akkor ugye lehet mást kitalálni avval kapcsolatban, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy sok legyen a beteg. Csak én ezt úgy látom, hogy ez nem vált be. Érted? Tehát mondhatnánk azt, hogy most kísérletezés folyik az elmúlt 2 évben, hogy hogy lehetne megakadályozni azt, hogy,
hogy ilyen sok beteg legyen. De valahogy nem csökken a betegek száma. Hát a betegek száma akkor tud csökkenni, ha az idősek meghalnak. Világos ez? Csak ebben van egy másik rizikós rész, hogy ők választópolgárok. És ha egy jelentős lélekszám meghal, akkor a választók jelentős lélekszáma meghal. Érted? Tehát ebben van egy ilyen is. Tehát most azt lehetne mondani, hogy melyik ujjukat harapják, tudod? Tehát az se jó, hogy sok az idős, de az se jó, ha meghalnak. Érted? Tehát meg lehet érteni ugye a hatalmi lévőket. Azt mondja, hogy mikor kezdtem beszélni arról, hogy nagyon nagy baj lesz avval, hogy sok az idős. Tudod mikor? 90-es évek közepétől. Miért? Nyugdíjpénztár elnök voltam, és mint nyugdíjpénztár elnöknek ugye kellett foglalkozni a demográfiával. Tehát a népesség alakulásra kellett foglalkozni. És ugye foglalkoztam is vele, és simán át lehetett látni az, hogyha a népesség robbanás nemzedéke elkezd megöregedni, ugye a 46-tól 59-ig születettek, elkezdenek megöregedni, akkor itt óriási baj lesz ebből. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy finanszírozhatatlanná válik a felosztó kirovó rendszer. Világos ez? Mert a felosztó kirovó rendszer, még egyszer mondom, akkor finanszírozható, ha több a dolgozó, mint a nyugdíjas. Most halt meg egy nagybátyám, 60 éves korában ment nyugdíjba, 95 évesen halt meg. Számoljátok ki, hány évig kapott nyugdíjat? 35 évig. Tehát gyakorlatilag annyi évig kapott nyugdíjat, durván amennyit dolgozott. Érted? Na most azt is gondoljátok végig, hogy a te nyugdíjjárulékod. Hol fizetsz annyi nyugdíjjárulékot, mint amennyi lesz a nyugdíjad? Sehol. Érted? A nyugdíjjárulék pár százalék, mondod végig. A nyugdíj meg durván eddig 70%-a volt a fizetésnek átlagosan. Érted? És akkor gondold végig logikusan, mi a frázból finanszírozza az állam. Hm? Tehát addig ment ez, míg sok volt a dolgozó és kevés a nyugdíjas. Addig ez működött. Ez pont kapóra jött annak idején, ugye a háború, hát mert sokan meghaltak. A lakosságból is, a civil lakosságból is. Hát ha valaki meghalt, akkor nem kellett nyugdíjat fizetni. Oké? Na most gondold végig, itt van egy világ, ahol nem fogják neked megmondani azt, hogy figyeld, eljutottunk oda, hogy elcsesztük a felosztó kirovó rendszer révén, nem tudjuk finanszírozni a dolgokat. Ezt nem fogják mondani. Érted? Könyveket olvashatsz ebben kapcsolatban. A múltban már évtizedekkel ezelőtt, egy-két-három évtizeddel ezelőtt már leírták, hogy milyen nagy probléma lesz 20-30 év múlva ez a dolog. És ott vagyunk most. És hogy most a népesség csökkenést hogy érik el, az most ebből a szempontból részletkérdés. Világos voltam? Ez most részletkérdés. Hogy mit találtak ki ezzel kapcsolatban, hogy a népesség csökkenjen, ez most részletkérdés. Érted?
De maga az egész felosztó kirúgó rendszer az csődöt mondott, érted? És én már ezt vártam, tudod mióta? Mert ugye azt is pontosan kiszámoltam, hogy a népesség robbanás nemzedéke mikor kezd el nyugdíjban vonulni, és mikor lesz tömeges nyugdíjba vonulás. És az már 2019, illetve 2020 előtt jóval elkezdődött. Hát számolt ki. A vége 59, tehát a vége 59, az ugye hát lassan most kéne majd nyugdíjba menniük, de a nagy tömeg az az 50 körül. Érted? 50 körül. Akkor számoljatok, hogy onnan mondjuk 60 évet, az 2010. Ha 70 évet számolsz, 2020. Az USA-ban a 70 év volt a nyugdíjkorhatár, az drága barátaim 2020. Mikor indultak a dolgok? 2020-ban. Oké? Okay? Nem érdekes? Na ezt ha hallottad eddig valakitől, akkor én megeszem a kalapomat. Oké? Okay? Szóval ugye a 90-es években már simán lehetett látni, aki ilyennel foglalkozott, hogy ebből gond lesz, méghozzá nem kis gond. És most itt egy dolog van. Tudod micsoda? Az, hogy te lássad azt, hogy mi miért van, és lássad azt, hogy mi várható. Érted? És azt is lássad, hogy legyen hozzá gógyid, érted? Itt belül gógyid, hogy a megoldásokat fogja tudni. Mert az egy dolog, hogy az ember lát előre dolgokat, mert kiszámíthatóak a dolgok, de hogy mi lesz a megoldásod? Mi lesz a megoldásod? Mert olyan nincs, hogy valamire nincs megoldás. Érted? Csak azt tudjuk mondani, hogy nem mindenkinek. Érted? Hanem csak egyeseknek. Kiknek? Akiknek van hozzájuk. Gógyijuk. Érted? Most az, hogy legyen gógyi, az nem elég az az információ, amit eddig az életedben szereztél. Világos ez? Ahhoz több kell. Több gógyi. Tehát eleve ott kezdődik, hogy kaphatnál segítséget. Nem csak emberektől. Olyan lényektől is, akiket nem látsz. De ha belesüppedsz a problémáidba, akkor nem tudod venni az információkat, a segítő információkat. Oké? Okay? Márpedig sajnos ezt láthatod a legtöbb emberrel. Még akiről azt gondolnád, hogy hú, de szuper okos, intelligens ember. Az is, azon is ezt látod. Hogy belesüpped a problémákba. És ha az ember belesüpped a problémákba, akkor nem vevő a sugallatokra. Oké? Okay? Szóval egy érdekes világban élünk, ennek a világnak így kell lennie. Komolyan mondom. Tehát ez másképp nem is tudott volna lenni. Hát most gondold végig, mennyivel jobb a helyzet, mint hogyha mondjuk világkatasztrófák lennének. Milyen katasztrófák? Mit tudom én mondjuk? Óriási földrengések.
vagy óriási vízözönök, érted? Ahol szakad az eső, vagy itt tudom, megállás nélkül hetekig, hónapokig. Érted? Hát azoknál ez a helyzet sokkal jobb, nem? Vagy mit tudom én, becsapódna egy meteor, egy ilyen nagyobb bacska, azt így elfújná a földről az életet, érted? Egyik pillanatra másikra. Ezt gondold végig, ahhoz képest ez tök jó állapot, nem? Csak egy kérdés van, hogy a jövőben mit fogsz tenni, érted? Mit fogsz tenni a jövőben? Ez a kérdés. Mert a tettekhez kell információ és tudás, érted? És mit fogsz tenni? Tehát van-e alternatív megoldásod bármire? Bármi jöhet. Hát nyilván ilyenre nincs, hogy mit tudom, becsapódna egy meteor. Arra nincs. De amit emberek tesznek, arra van megoldás. Érted? Tehát bármit, amit embertől jön létre, arra van megoldás. Hát nyilván olyanra azért nem lenne, hogy mit tudom én, minden nagyvárosba szórnának egy atombombát, arra azért nem lenne. De nem ilyenre gondoltam. Kicsit tanulmányoztam, mondom, hogy kicsit utána nézek. Ugye az első világháborúnak utána néztem. Mert kíváncsi voltam, hogy ugye mikor volt a spanyol nátha. És a spanyol nátha az 1918-19-ben tarolt. A hivatalos adatok szerint 25 millióan haltak meg a Földön spanyol náthába, de azt is mondják, hogy a 40-50 millió ember halt meg ebben a két évben spanyol náthába. Tehát ez volt a, ez a végleg. Utána nézhetsz Wikipédia. Simán. És mondom, nekem rémlik ebben a dátummal valami. Mondom, volt éppen akkor egy első világháború, amikor a spanyol nátha elindult. És mikor fejeződött be az első világháború? 1918-ban. Jé, mondom, de érdekes. Mondom, az első világháború befejezése és a spanyol náthának a kiindulása az ugyanarra az évre esett, az első világháború ősszel fejeződött be. És honnan indult el? Az Amerikai Egyesült Államokból. Indult el hódító útjára. Érted? A spanyol nátha, így van. És vajon akkor ugye milyen következménye lett? Az, hogy a katonák is hulladtak, mint a legyek. Érted? És akkor inkább azt mondták, hogy harcoljon tovább a rosszabb, mikor még betegek is vagyunk. Oké? Okay. Jó, hát más összetevők is voltak, mert baromi ravaszul csinálták ugye az első világháborúban a dolgokat, mert kirobbantottak forradalmakat. Először a németek Oroszországban, ugye 17-ben, hogy az oroszok kiszálljanak. Utána meg az angolok, meg a franciák Németországban, meg Bécs, tehát Berlin, Bécs, Budapest. És abban a pillanatban, amit kirobbant a forradalom ezekben a nagyvárosokban, ugye központi hatalmak nagyvárosai, rögtön abba hagyták a háborút. Abban a pillanatban. Tehát, ugye ez is egy összetevő, de mondom, a legérdekesebb összetevő ez a spanyol nátha kérdés volt. Hogy miért pont akkor indult el, és mi köze volt? Mert ugye azt mondanák, hogy hát az európai
lövészárkokból indult el a spanyol nátha. Érted? Ez nem igaz, mert az Amerikai Egyesült Államokból. Ahol nem volt háború. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy vajon honnan lett az a... Ráadásul az is van, képzeld el, hogy a 21. században már megállapították, akkor tudták megállapítani, hogy a madár influenzának egyik válfaja volt a spanyol nátha. Opa. És ezt addig nem tudták, csak már a 21. században tudják. A kutatók ugye oda jutottak olyan szintre, hogy ezt meg tudták nézni. És ez is le van írva. Na most, ezt csak úgy mondanám, hogy vajon honnan lett csak úgy hirtelen, pont akkor, amikor már be kellett volna fejezni, és nem tudom, tudjátok-e, hogy az Amerikai Egyesült Államok ilyen gyakorlatilag ilyen kis hadi létszámmal szállt be a már első világháborúba. Tehát gyakorlatilag nem is volt rá fölkészülve az első világháborúra. Tudod miért nem? Azért, mert az Amerikai Egyesült Államokban a németek és az angolok aránya majdnem egyező volt. Mit jelent az aránya? Az Amerikai Egyesült Államokban lakók, bevándorolt lakók, a németek és az angolok aránya majdnem megegyezett. Tehát majdnem német lett Amerikai Egyesült Államok anyanyelve, érted? Vagy nem tudom, hogy hívják, hivatalos nyelve. Majdnem a német lett. Nem sok hiány lett az angol. Na most gondold végig, hogy szálljon be egy állam egy háborúba az ellen, az ország ellen, ahol a lakosság egy jó nagy része az az anyanyelvű, onnan származó, érted? Ezért ugyan amerikaiak húzták, halogatták a beszállást a háborúba, és egész kis, mit tudom én, 100-valahány ezer főt küldtek ide, azt tudod mi volt? Nudli, mikor itt milliók háborúztak. Mit tudom, hány millió katona volt itt a frontokon. És akkor 100-valahány ezer főt küldtek ide az amerikaiak. Ez semmi. De a spanyol nátha megoldotta a első világháborút. Világos ez? Az első világháborút a spanyol nátha lezárta. Na most, honnan jött hirtelen az a vírus? Honnan? Honnan? Érted? Addig nem volt, évezredeken keresztül nem volt, pont le kellett volna zárni a háborút, azt elfejtettem megnézni, hogy az Amerikai Egyesült Államok mikor lépett hadba, de valamikor 18 környékén, ha jól emlékszem, tehát 18 év elején. Ezt most fejből mondtam, nem biztos, lehet, hogy 17 év végén, de nem hiszem, mert nem. Az oroszok kiszálltak, és még idő volt, mire az amerikaiak beléptek. Tehát az amerikaiak valamikor 18 elején, első fél évben léptek be. És utána gyorsan abba maradt a háború. Gyakorlatilag az amerikaiak alig harcoltak valamit. Érted? De hoztak valamit. Úgy hívják, hogy spanyol nátha. Az volt a fegyver, érted? Az volt a fegyver, az a csoda fegyver arra, hogy megállítsák az első világháborút, érted? Nyilván ezt nem írták le ilyen nyíltan, nehogy azt gondold, hogy ezt így leírják, de hogy is írják. Csak az ember, ha kalkulál, gondolkodik, akkor rájön az összefüggésekre. Oké? Okay? Nem lehet, mert azért nem lehet, mert az oroszok kiszállása után szálltak be az európai háborúba. És az oroszok azok 17 novemberben szálltak ki. Nem novemberben, 17 valamikor, ugye, mikor a forradalom lett, és az 17. A forradalom az 17.
Nem, nem jó, valami nem stimmel abban az infóval. Mert az oroszok után szálltak ki, a, vagy szálltak be az amerikaiak. Tehát mikor már kiszálltak az oroszok, akkor szálltak be az amerikaiak. Jó, de mindegy, most ez részlet kérdés. Ugye az első világháború nem csak Európában folyt. Ezt csak úgy mondanám, és az esze jelent, lehet, hogy már máshol valami beavatkozásuk volt. De nem a... Azt kell nézni, hogy német hadüzenet. Tehát a németeknek mikor üzentek hadat, meg mondjuk az osztrák-magyar monarchiának mikor üzentek hadat. Ez a kulcskérdés. De ebből a szempontból mindegy, mert tök mindegy, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy érdekes összefüggések vannak. Meg az is érdekes összefüggés, ha megnézed, hogy van egy felosztok kirovó rendszer összeomlása, gyakorlatilag, ha nem hiszed, utána tudsz nézni, hogy az országok mennyire adósodtak el az elmúlt két évben, utána tudsz nézni, nem Magyarország, hanem az összes. Oké, mondjuk az európaiakat megnézed, mert ugye kiket érint a népességrobbanás nemzedékének problematikája? A második világháborút megélt országokat érinti. És mert utána, a második világháború után lett a népesség boom. És megtörtént az összeomlás, persze titokban, és itt is, hogy vége legyen egy olyan rendszernek, ami már nem tudott működni, ki lehetett találni egy új rendszert. És az új rendszer az, hát ha jobban megnézed, a demokráciához már sok köze nincsen. Nem? Hát mindegy, mindig az van, tehát ami van, azt kell elfogadni, nem? Ami van, azt kell elfogadni, ezt kell elfogadni. És ahhoz a helyzethez kell alkalmazkodni mindig, ami van. Nem? És a legtöbb ember hogy fogja azt megtanulni, hogy képes legyen jó alkalmazkodó képességgel működni? Hogy szerinted? És ugye milyen? Megnézed az élő lényeket, hogyha nem tud alkalmazkodni bármilyen élőlény, akkor mi lesz vele? Elpusztul. Oké? Okay? Hát ugye azt nem lehet mondani, hogy az emberiség nem tud alkalmazkodni, hanem itt az lesz, hogy lesznek, akik alkalmazkodnak, lesznek, akik nem. És ez egy szabály, hogyha egy élőlény nem alkalmazkodik a környezetéhez, akkor mi történik? Elpusztul. És az mindegy, hogy milyen élőlény, az lehet egy növény, vagy egy állat, vagy akár az ember. És azért én kíváncsi vagyok, hogy az emberek hogy fognak ezekhez a legvan tartósan alkalmazkodni. Tehát, hogy lásd, még egyszer mondom, tehát abban a formában, ami volt, ahogy volt az egészségügy itt Magyarországon, abban a formában finanszírozhatatlan. Világos ez? Na akkor nézzük, hogy mivel foglalkozunk alapvetően, mert nem ilyen dolgokkal foglalkozunk. De azzal foglalkozunk viszont, hogy az élethelyzeteidet mindig, hoppá, az élethelyzeteidet mindig annak megfelelően tud kezelni, ami a legoptimálisabb. Tehát az azt jelenti, hogy képes legyél egy adott élethelyzetben az optimális cselekedetre. Ha az ember képes az optimális cselekedetre, akkor hát igazából meg tudja előzni a problémákat.
Ha netán mégis jön egy probléma, az embernek van tudása, akkor azt a problémát meg tudja oldani. Sőt, ugye az ember képessé válik, ha van tudása, a célokat megvalósítani. És hát az embernek bizony feladata lenne, hogy fejlődjön. Ezt úgy hívják, hogy önfejlődés. Na most az önfejlődés nem egy szakmának a kitanulása, hanem az élethelyzet helyes, élethelyzetek helyes kezelése. És ezt ugye tovább nézzük, akkor itt van 10 életterület, hogy az ember ezen a 10 életterületen tudjon boldogulni. És azokon a területeken bármi helyzet van, olyan helyzet, ami nem optimális, akkor azt a lehető legoptimálisabban tudja megoldani. Tehát, hogy utána ne tudj olyanokat mondani, vagy ne kelljen olyanokat mondani, hogy bárcsak ezt csináltam volna, vagy bárcsak azt csináltam volna, vagy bárcsak amazt csináltam volna, vagy bárcsak így döntöttem volna, vagy bárcsak úgy döntöttem volna, érted? Tehát, hogy ne kelljen az embernek, hát ezt úgy szokták mondani, hogy bárcsak volni. Tehát van egy mondás ezzel kapcsolatban, nem tudom, hallottátok-e már, hogy éld úgy az életedet, hogy ne kell semmit megbánnod. Ez érdemes lenne felírni. Jó? Tehát mondom, éld úgy az életedet, hogy ne kelljen semmit megbánnod. És itt nem az egóról beszélek, hogy van benned egy olyan egó, amely állandóan igazat akar adni neked. Még akkor is, ha a legnagyobb hülyeséget csinálod, akkor is az egód, mert az emberi egó sajnos így működik, akkor is neked igazat akar adni. Hogy akkor is azt jól csináltad. Tehát fontos, hogy hát ne az ego szempontjából vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Jó? Hanem tényleg ne kelljen az embernek megbánnia semmit. Érted? Tehát itt vagyunk mi emberek, egy olyan világban élünk, ahol ha valaki azt nem látja el, nem látja át, hogy azután, hogy eszel, iszol, van fedél a fejed fölött, ruházkodsz, van párod, ezen túlmenően talán az lenne a legfontosabb, hogy ne kövess el hibákat az életedben. Ezt a legtöbb ember hogyan műveli? Nem csinál semmit. Érted? Azt mondja, hogy ha nem csinálok semmit, nem követek-e hibát? Érted? Na most nézd meg azoknak az embereknek az életét, akik kimaradnak az életből. Ezért, mert nem akarnak hibázni. Tehát nem az a megoldás, hogy nem akarunk hibázni, meg az sem a megoldás, hogy hibázzunk. Mert ha az ember hibázik, akkor annak következményei vannak. Hát az a megoldás, hogy tudj. Érted? Az a megoldás. Tudj azért, hogy tehess, érted? Ne kelljen azt csinálnod, hogy azért nem teszel, hogy ne hibázz, tehát hogy tehess, és úgy élhess az életedet, hogy teszel dolgokat, és az nem esik bele a hibázás kategóriába. Érted? Tehát, hogy az ember azt egy adott helyzetben, ami az ideális, vagy az optimális. Érted?
amire nem mondod később, hogy nem azt kellett volna tennem, érted? Hanem soha nem bánod meg, hogy azt tetted. Tehát itt vagyunk egy olyan világban, ahol a tudás révén, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott gondolat, hogy a tudás mit okoz. Tehát egy olyan ember, aki tudatlan, az ragaszkodik ahhoz, ami van, amit elért. Érted? Miért? Mert ő tudja, hogy annál többet nem tudna elérni. És tudja azt, hogy mennyi idő alatt jutott oda, ahova jutott, és mennyi idézőjelben szenvedés árán jutott oda, ahova eljutott. És most beszélek a tudatlan emberről. Tehát a tudatlan emberi elme az így működik, gondolkodás így működik, hogy jaj, de jó, már ezt elértem, csak ezt tudjam megtartani, ebben mennyi energiám, mennyi munkám benne van, ha most újra kellene kezdenem, akkor mi lenne velem, érted? Stb. Stb. De ez úgy hívják, hogy alkalmazkodás nulla, érted? Tehát ha az embernek van tudása, akkor tudja azt, hogy az egy dolog, hogy eddig mit értem el az életemben, az a lényeg, hogy innentől kezdve mit érek el, érted? És ha valamilyen oknál fogva változtatni kell, akkor mivel van tudásom, akkor azt mondja az ember, akinek van tudása, semmi gond, a jég hátán is megélek, érted? És én ugye, nekem van ez az alapfilozófiám 90-es évek óta, hogy én a jég hátán is meg tudok élni. Érted? Na most azért ugye mondanám, hogy egy ember hogy tud minden helyzetben jól alkalmazkodni. Tehát mi kell ahhoz, hogy az ember jól tudjon alkalmazkodni, ha bármilyen helyzet van. Ezt tudod, mi kell? Az kell, hogy az embernek legyen egy nagyon jó kommunikációja. Érted? Ez a kulcskérdés. Na most te mennyire látod, hogy az embereknek vajon nagyon jó a kommunikációjuk? Tehát a jó kommunikációt hogy lehet elsajátítani? Tehát én azt tapasztaltam, hogy én nekem el kellett kezdenem a jó kommunikációt tanulni 87-től, kezdetben még úgy, hogy saját hibáimon keresztül, 91-től pedig elkezdték tanítani, és azóta ugye tanulom a kommunikációt. Tehát azóta tanulom. Abban a különbséggel, hogy már nem csak tanulom, hanem már tanítani is tudom egy jó ideje. Na most, de azt láttam, hogy tanulás nélkül az ember nem tudja fejleszteni a kommunikációját. Egy, kettő, gyakorlás nélkül nem tudod fejleszteni a kommunikációt. Na most egy nagy probléma van a gyakorlással. Hogy tanulni úgy tudsz, hogy nem kell hozzá más emberek. Érted? Ahhoz, hogy te tanulhass, ahhoz senki más nem kell, elsősorban te. Meg valaki, aki tanít, és az lehet, hogy mondjuk megírt egy könyvet, vagy fölrakott egy videót, vagy beültél egy tanfolyamára, mindegy. De ahhoz sok ember nem kell, hogy te tanulhass, ahhoz te kell lesz. De hogy gyakorolj? Na, ahhoz viszont már emberek kellenek. Mert a macskáddal nem fogsz tudni úgy kommunikálni, mint egy emberrel.
Oké? Mert a macskád az csak nézni fog rád, max nyávogni kettőt, érted? Vagy hármat, mindegy, valamennyit. De abból nem fogod tudni, hogy te jól kommunikáltál vele, vagy sem. Megtanulni jól kommunikálni emberekkel, az csak úgy lehet, hogy emberek közt vagy. Érted? És ők nyitottak a te kommunikációdra. Mert ha nem nyitottak, akkor próbálj már velük kommunikálni. El fognak kerülni. Tehát magyarul olyan gyakorló terepre van szükséged, ahol lesznek emberek arra nyitottak, hogy veled kommunikáljanak. Ezt úgy megkérdezném, hogy ezt akik nem tanulnak itt, nem azoknak mondom. Illetve akik itt tanulnak, nem azoknak mondom, hanem akik nem tanulnak itt, azoknak mondom. Hogy hol tudod ezt gyakorolni? De az ember rendelkezik egy jó kommunikációval, akkor könnyen tud az emberekkel szót érteni. Érted? És ha egy ember könnyen tud másokkal szót érteni, akkor még egy dolog kellene, hogy legyen, hogy olyat nyújts az embereknek, amire szükségük van. De nem fogsz tudni kommunikáció nélkül olyat nyújtani embereknek, amire nekik szükségük van. Világos ez? Tehát csak úgy tudsz embereknek nyújtani valamit, amire szükségük van, ha jó kommunikációval rendelkezel. Érted? Tehát hiába akarsz bármit az embereknek nyújtani, amire szükségük van, hiába tudod, hogy olyan dolgot nyújtasz, amire szükségük van, ha nem tudsz jól kommunikálni, a kutya se fog figyelni rád. Oké? Tehát alapfeltétel, hogyha az ember azt akarja, hogy boldoguljon az életben, bármi történjen. Érted? Nyilván most mondom, nem atomtámadás, meg meteor becsapódás, meg ilyenekről van szó, hanem mint ami most a jelenlegi világunkban van. Alapfeltétel az, hogy te jól tudj emberekkel kommunikálni, és legyen a kezedben egy olyan termék vagy szolgáltatás, amire az embereknek szükségük van tőled. Érted? Miért fontos, hogy legyen egy olyan szolgáltatásod vagy terméked, amire szükségük van? Mert ha te nyújtod nekik, akkor ők adnak cserét. És ha adnak, kapsz cserét, akkor az élet feltételeid biztosítva vannak. Világos ez? Ilyen egyszerű. Bárhol a világban, bárhova jutsz. Ha te jól tudsz kommunikálni emberekkel, megvan oldva a kérdés. Hát csak azért is mondom, mert ugye mondhatnád most azt, hogy hó, de hát nyelveket kell tudni. Figyeld, én bárhova vetődtem, kicsit hosszabb időre, mondjuk egy hét, külföld, ahol nem ismertem azt a nyelvet. Ha egy hét alatt ott, egy hétig ott voltam, körülbelül már 50 szót legalább használtam. Egy hét alatt. Érted? Ha nem százat. Egy hét alatt. Tehát ami azt jelenti, hogy egy héten belül eljutottam olyan kommunikációs szintre, érted, hogy el tudtam magam adni, érted, most idézőjelben. Érted? Jó? Tehát a nyelv az ebből a szempontból nem probléma.
Mert ha egy olyan helyen van az ember, ahol rákényszerül az ember a nyelv tanulásra, akkor piszok gyorsan tud tanulni nyelvet. Oké? És tök mindegy, hogy milyen országban, mert nagyon sok országban voltunk itt Európában, tök mindegy, milyen nyelven beszéltek, érted? Ha én ott voltam egy hetet, akkor egy hét alatt egy csomó, nyilván kellett először szótár mindenhova, természetesen. Tehát az alap dolgokat az ember pitty-putty megtanulja. Jó? No, de miért mondom ezt? Mert arra válaszként, hogy azt gondoltad, hogy de mi van a nyelvvel. Ami azt jelenti, hogy ha egy hónapot ott lennél valahol, érted? És rákényszerülnél arra, hogy a nyelvet használd. Tudod, hány szót használnál a hónap végére? Tudod, mi azt jelenti, hogy az alapvető dolgokat meg tudnád csinálni. Már tudnád kommunikálni. Egy hónap alatt. Jó? Ez ennyi. Tehát a nyelvről ennyit. No, de lényeg az, hogy ha nem itt tanulsz, milyen megoldásaid vannak a jelenlegi világra? Én tudom, hogy azt várod, hogy visszaálljon abba a körforgásba a világ, ahogy volt. Nem fog. Tudod, miért nem fog? Elmondtam. Mert ez a fajta működés, amit úgy hívnak, hogy felosztó kirovó rendszer, ez megbukott. Csak azt vártam, hogy mikor fog megbukni. Oké? Megbukott. Na most nem azt mondják, hogy a nyugdíjat nem tudjuk kifizetni, hanem fölvesznek rá hitelt, hanem elérik, hogy a nyugdíjasok ne éljenek sokáig. Világos ez? És ha mit tudom én, ha megnézed például az elmúlt két évben, hogy mondjuk a 40 év alatti korosztályból hányan haltak meg, és mondjuk a 40 év fölötti korosztályból, vagy még akár a 50 év fölötti korosztályból hányan haltak meg, akkor biztos, hogy azt látnád, hogy sokszoros az idős. Sebb halott. Érted? Ebben biztos lehetsz. Oké? Hát te se haltál meg fiatalon. Nem még élsz? Nem? Gondold végig. Hát általában az emberek fiatalon nem halnak meg. Ha megnézed például a férfiak egy jó részét, olyan 55-65 között hullanak, mint a legyek. Érted? És azt mondják, hogy ha már ezen a koron túl vannak, akkor meg is sokáig elérnek. Jó? Tehát ennyi. És akkor kereshetsz te mindenféle okot. Érted? De az, ami volt, mivel én ilyennel foglalkoztam a 90-es években, pontosan láttam a demográfiai adatokat. Érted? És pontosan számítható volt, hogy mikorra dől össze az egész rendszer. Összedőlt. Még azon csodálkoztam, hogy nem ezelőtt. Mit mondtam erre, mikor ugye beszélgettünk erről? Hát azt, hogy hitelből finanszírozzák. Igazam lett? Ha megnézed ugye az országok adósságállományát, hogy vajon mondjuk az elmúlt 10 évben hogy alakult, akkor gyönyörűen látod. Ugye ahogy mennek nyugdíjba az emberek, úgy nő az adósságállomány az országokba. Tehát egyszerűen ki tudod számolni, hogy az aktív dolgozók nem fizetnek annyi járulékot, mint amennyit egy állam kifizet nyugdíjra. Érted? Nem úgy nyugdíjjárulékot, összjárulékot, és akkor hol van még az egészségügyi ellátás. Érted? De mondom, a dolgozók nem fizetnek annyit be az államnak, mint amennyit nyugdíjba kifizetnek. De az egész rendszer finanszírozhatatlan, úgy, ahogy van. No, hogy ránéztem az órára, hú, de jó elment az idő. Na szóval, lényeg az, hogyha
nem tudsz jó megoldásokat, figyelj, akkor itt majd kapsz, ennyi, gyere ide közén tanulni, és itt lesznek megoldások arra, hogy mit tegyél helyzetekben, érted? Ha meg úgy gondolt, hogy neked jó úgy, ahogy van, akkor várd a véget, ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!